Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három kérdést, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Én most másképp raktam ki a kártyákat, mindig változtatok egy kicsit, hogy legyen mozgás, kis változás ezeknél a felvételeknél. Ez a videó megjelenik június 18-án. Az indiai asztrológia szerint a hold a Visakha holdházban van. Visakha az a tűz istennője, és mutat két irányt. Az egyik a múlt, ami nyomaszt bennünket, ami szomorúságot vált ki nálunk, ezt el kell szimbolikusan égetni, ami azt jelenti, hogy hagyjuk magunk mögött. A tűz eleme az jelentheti a lelkesedést is, és ez az új irány, ezek a változások, tegyük azt, ami lelkesít bennünket. Ezen a napon a hold és Szaturnusz bolygó egy nagyon szép kapcsolatban áll egymással. A hold jelentheti az anyukát, vagy az anyai témákat is, itt rendeződnek bizonyos dolgok. A hold jelentheti a mi álmainkat, elképzeléseinket, vágyainkat, és Szaturnusz bolygó segít emiatt a jó kapcsolat miatt, hogy ez az álom megvalósuljon. Plútó bolygó visszafele halad, ami utal a múltra, az emlékekre. Egy kapcsolatban van Vénusz bolygóval, és ez az úgynevezett quincunx aspektus. És ez a quincunx kivált nálunk, különösen nálunk hölgyeknél bizonytalanságokat, amikor úgy visszatekintünk a múltra. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, az itt és itt látható. Ezen a képen megjelennek a kelyhek, és szimbolizálják a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Itt megvannak az álmok, az elképzelések, de ő még kicsit bizonytalan, nem tudja, hogy ez az álom meg tud-e valósulni, igen vagy sem. Ha ő ebben nem hisz, akkor ez a kép csalódásokhoz vezethet, mert akkor jelent egy illúziót. Viszont, ha megvan a hite, és tudja azt, igen, ez meg fog most valósulni, akkor a sors kereke ebbe az irányba pörög. Akkor ez az álom megvalósul. Hasonlóan, mint a hold és Szaturnusz bolygó kapcsolata. A hold jelenti itt az álmokat, és Szaturnusz bolygó kihat a sorsra, irányítja a sors kerekét, mégpedig jó irányba. Az ő érzelmeit itt látjuk. Itt a múltról van szó. Amikor voltak nála fájdalmas emlékek, álmatlan éjszakák. Ez itt az egyik part. Ő elhagyja ezt a partot. Lezárja ezt a szomorúságot. Ez pontosan olyan, ahogy Visakha ezt közli velünk. Visakha a tűz istennője. Magunk mögött hagyni ezeket a fájdalmas emlékeket, és kell egy új irány, ami lelkesít bennünket. Nála lesznek változások, és ő érzi, hogy fontos ez a változás.
Itt tulajdonképpen a levegő eleméről van szó, amikor úgy ugrik előre, de látható a mozgásnál, hogy kicsit türelmetlen. Lehet, hogy elsieti a dolgokat, akkor az összefügg a tűz elemével is, mint ahogy Visaka a tűz istennője jelenti. Legyen mozgás, legyen egy új irány, ami lelkesíti őt, vagy lelkesít mindkettőtöket. Hogy mit fog tenni, az itt látható. Itt is a tűz eleme van, itt lesz mozgás, lesznek változások, de az a fontos, hogy arra kellene neki odafigyelni, ami tényleg fontos számára, mint például a ti párkapcsolatotok. Itt a főpapnő jelenthet spirituális dolgokat is, de kihat a sors utunkra, hiszen őrzi a sors könyvét. Hasonlóan, mint a sors kereke befolyásolja most az élet utakat, lesznek sors döntő változások, döntések. Itt a 10-es szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Itt rendeződnek a dolgok, az anyagiak terén, a munkahelyen, de az érmék jelentik a föld elemét is, és az utal reális dolgokra. Itt megvan az álom, és ez az álom megvalósul, hiszen itt reális dolgokról van szó. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák, ami az ő gondolatait illeti, az álmait, a vágyait, az elképzeléseit. Ő áll itt a középpontban, ő irányítja a dolgokat. Megvan nála az az elképzelés, hogy te közeledj hozzá, hogy észrevedd őt, dicsért őt, feltekints rá, hiszen kell számára ez az elismerés. Milyen sors döntő változások lesznek? Hova hat ki a sors kereke? Itt lehet egy hegyvidék, például kirándulás a hegyekbe. Ez a kép szimbolizálja a téli hónapokat is, holott a kártya színe inkább úgy az őszre utal, de a hegy az tényleg, mint időkártya, a telet jelenti, hogy év végéig lesznek itt sors döntő változások. Amit ez a hegy még jelenthet, hogy azért még vannak akadályok, amin neki át kell tennie magát. Ez lehet az ő félelme vagy bizonytalansága is. És mi hat még ki az ő érzelmeire? Itt kisüt a nap, tisztán lát bizonyos dolgokat, megvan a vonzalom kettőtök között, lesznek fontos döntések, kiderül az igazság, és a ház jelenti az ő otthonát. Ez lehet egy közös otthon tervezése is, amit a ház még jelentett, ezek a családi kapcsolatok. Lehet, hogy a családban voltak nehézségek vagy problémák, ő most ezt tisztán látja, rendezi a dolgokat. Ez is lehet még aktuálisan itt nála egy akadály. Melyik irányba evez? Ez te vagy, hiszen ez a hölgy téged szimbolizál. Jönni fog hozzád, veled együtt tervez valamit. És ami a kapcsolatotokat illeti, itt látható, hogy magabiztos, és ezzel a kulccsal lezár bizonyos dolgokat, mint például az álmatlan éjszakákat, a nehézségeket, és ezzel a
kulccsal kinyílik egy új ajtó, az lehet itt egy közös otthon is, jönni fog hozzád, nyitott lesz, bizonyos dolgokról beszélni neked. És mit őriz a főpapnő? Itt látható a mozgás, előre mennek a dolgok, lesznek változások, ebben megbízhatsz. Azt is jelenti a kártya, hogy ő útban van hozzád. Az ő napi energiája, itt megvan a hite, hogy minden jóra fordul, a kereszt jelent fontos döntéseket is, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és azon töpreng, hogyan tovább, melyik irányba. Ez a kereszt jelent találkozást is, hiszen a sors utatok kereszteződik. A te napi energiád. Itt valami még átláthatatlan számodra, hiszen addig, amíg nem nyilatkozik, nem tudod, hogy mit akar, meg hogyan érzi magát. Ez a felhő, mint időkártya, jelent fél évet. Lehet, hogy ezen a napon valami visszatér hozzád a múltból, vagy valaki visszatér hozzád a múltból, amit fél évvel ezelőtt éltél át. És ez volt a szerelmi jóslás, a három kérdés, mit gondol, hogyan érzi magát, mit fog tenni. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, mint például, hogy tetszette ez a kirakás, hiszen ez most úgy új nálam, szerettem volna valamit változtatni. Amennyiben tetszik, akkor lehet, hogy maradunk majd többször is ennél a kirakásnál. Azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!